Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a hatos számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, a pénzügyi fejlesztési bizottság elnöke, előadóművész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csókolom, köszönöm szépen a meghívást, örömmel teszek eleget kezdjük az elején, mert nagyon sok minden aktualitásról tudunk beszélni. Ahogyan említettem, a Felkonfban a hatos számú egyéni választókerületnek az önkormányzati képviselője. Beszéljünk arról, hogy mióta önkormányzati képviselő, hol helyezkedik el ez a körzet, milyen főbb intézményei vannak, és hol találhatóak a szavazóhelyiségek. Igen, 2002 óta veszek részt az önkormányzat munkájában, mint egyéni képviselő. A hatos számú választókerület, az a körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a Morgócsárda, a Kisújszállási út és a déli külvárosnak a keleti része, tehát ebben a három szögben tudnám így nagyjából jellemezni a, a, a körzet határait, és a szavazókörök azok a városgondnokságban, tehát oda mennek az emberek szavazni az egyik oldalról, és a másik oldalról pedig az Arany János Általános iskolába. És így helyezkedik el a körzet. Ezen kívül milyen bizottságok munkájában vesz részt? a Szociális és Egészségügyi Bizottságban, a Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Bizottságban, az Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában, illetve, a, ahogy tetszett említeni, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnökeként tevékenykedem immáron 13 éve. Mikor fogadta el a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a Kacagáros Önkormányzatának 2023. évi költségvetést rendeletét? Február 9-én volt ülése a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak, és rögtön azt követően ülésezett a képviselőtestület is. Ott lett elfogadva és megszavazva a költségvetés, és érdekességként mondom, hogy az ellenzéki képviselők is jobb elátásra tértek, és az előző évek gyakorlatával szemben ők is megszavazták, sőt, még méltatták, dicsérték is az alapos munkát. Egyébként köszönjük a megvalósításban résztvevőket, így polgármester úr, munkáját, alpolgármester úr, jegyző úr, a költségvetési iroda dolgozóinak munkáját és a vezetőjüket, a vezetőjüknek Szabóné Bóka Rékának is a precíz áldozatos munkájukat. Melyek az idei év költségvetésének a főbb elemei alapillérei? A főbb elemek az irányvonal a működés előző évekhez történő hasonló színvonalon való biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, újabb pályázati lehetőségek kihasználása, megkeresése, a feladatok megtervezése és a források biztosítása és észszerű és takarékos gazdálkodás. A, ezeknek a követelményét szem előtt tartva valósult meg a költségvetés megalkotása. A cél a fejlődés, a fejlesztés. Nagyon fontos az intézményrendszerünk működtetése, a fejlesztés munkahelyek megtartása, újjak megteremtés, megteremtése, és hogy a fiatalok is lássanak kellő perspektívát a helyben maradásra, ez is gondolom része az igazi lokálpatriotizmusnak. Milyen önkormányzati feladatok szerepelnek a költségvetésben? Többek között belteri, belterületi utak, járdák felújítása, parkolók építése, választókörzet település-fejlesztési kiadásai, a közvilágítás biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és bővítése, a környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, központi orvosi ügyelet biztosítása, kulturális feladatok a helyi autóbusz közlekedés támogatása, valamint a vízi közműszolgáltatás fejlesztése. Nagy érdeklődésre tart számot az akácliget gyógy és strandfürdő élete a továbbiakban. Várható-e a nyitvatartás, lesz-e üzemeltetés a strandfürdőnek? Igen, a strandfürdőről is mindjárt kitérek, de előtte szeretném elmondani, ha hogy a támogatási rendszerek is megmaradnak, tehát a rendszeres és a rendkívüli támogatások továbbra is ezeket biztosítjuk a rászorulóknak, de is, és marad a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása is a népszerű babacsomag. Az Akászliget fürdő, a kisfürdő népszerű nevén, ahova mindannyian nagyon szeretünk járni, hiszen gyerekkorunk óta járhatunk oda, ezt, ennek az üzemeltetését a lakosság sport és szabadidős tevékenysége gyógyászati ellátása érdekében továbbra is támogatjuk. A városban milyen fejlesztések és beruházások vannak folyamatban? Jelentős beruházások vannak folyamatban. Nagyobb része támogatásból valósul meg. Jelenleg 22 darab európai uniós forrásból való projekt megvalósítása zajlik. Összesen több mint 7 milliárd forint támogatásból melyből 23 évben, 2023-ban várhatóan 2,4 milliárd forint kerül felhasználásra. Ezek keretében többek között felújításra kerül a teljes keleti városrész csapadékvíz elvezető rendszere. A város több területén út, járda felújítások valósulnak meg, parkolók kerülnek kialakításra. Energetikai korszerűsítés keretében kerül felújításra a városi sportcsarnok, és a Dózsa-György út négy szám alatti ingatlan. Energetikai és infrastruktúrális felújítás keretében megújul a Horváth Ferenc úti idősek otthona ö, konyhája, és az idősek klubja Szabó József utcai épülete. A nagyvénkerti városrész fejlesztéseként útfelújítás valósul meg, valamint kialakításra kerül a családi házas övezet csapadékvíz elvezető rendszere, okos zebrák, játszótér, gördeszka pálya is létesül. Kiemelt szerepet kap a kulturális és sport feladatok támogatása nemcsak a működés, hanem a fejlesztések terén is. Folyamatban van a Milánói pavilon újjáépítése és a Ligetúti sporttelep fejlesztése. Együttesen több mint 13,6 milliárd forint állami támogatásból, melyből ebben az évben várhatóan 7,2 milliárd forint kerül felhasználásra. A tavalyi év végén megemelkedett rezsiárok minden települést terhelnek. Mi a városban erre a megoldás, illetőleg a sportcsarnok üzemeltetéséről is beszélünk? A nemzeti kormány, a Fidesz-KDNP koalíció figyelt a problémára, így Karca 247 millió forintot kapott a bajok enyhítésére. Ezen kívül Viszmajor helyzetekre 37 millió forint rendkívüli támogatást kaptunk, így stabil és kiszámítható lesz az idei költségvetésünk. Óriási segítség volt Szepesi Tibor polgármester úr sikeres lobby tevékenységének köszönhetően, hogy a sport államtitkársággal együttműködve 30 millió forintot kaptunk a sportcsarnok üzemeltetéséhez. 10 top pluszos pályázatot nyerte az önkormányzatunk. Melyek ezek? Igen, több milliárd forintos fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésünkre, így például a csapadékvíz elvezetése, útfelújítások, intézményrendszerek fejlesztése, a fürdőfejlesztése és például rendezvények megtartása is lehetővé válik. Ezen kívül jelentősek a magánerős beruházások is városunkban, a gazdasági társaságok beruházásai az ipar területén és különböző szolgáltatások kapcsán is. A Milánói Világkiállítás pavilonjáról, valamint a Ligetúti Sport építéséről, magáról a beruházásról mit lehet tudni? Óriási lehetőség mind a kettő Karcag városának, és jó ütemben halad a kivitelezésük. Már látványosak az épületek, voltunk kint bejáráson, és az időjárás sem zavarja, úgyhogy szépen haladnak. 2023-ban milyen programok, rendezvények várhatóak Karcagon? Most történt meg nem olyan régen a kolbász ízesítő verseny, amelyen hál' Istennek volt szerencsém részt venni a pálinka zsűriben is, de volt a, a kelt, kelt tészta verseny, illetve maga a kolbász ízesítő verseny, ahol színes kulturális programok volt szerencsém fellépni is ezen a alkalmon. De ezen kívül az év folyamán megrendezése kerül a Birkafőző Fesztivál, a Városnapja, a Traktoros Verseny, mind-mind méltó módon kerül tehát megrendezésre az év folyamán. Mennyi a város költségvetését a főszegről szeretnénk tájékozódni, és mekkora tartalékot képeztek? 300 millió forint a tartalék, így a Karcegváros költségvetésének 2023 évi fő összege 21 milliárd 279 millió 711.619 forint. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tudjunk vendége volt. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a meghívást.